A Tokaji úti piac mellett is leállították a sofőröket a rendőrök péntek délelőtt Nyíregyházán. A Magyar Rendőrség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei és nyíregyházi szervezete ismét csatlakozott az európai szintű közlekedés rendészeti akcióhoz, a TISZPOL-hoz. Az előre tervezett, több napon át tartó ellenőrzés sorozat időről időre a járművezetők széles rétegét érinti. Van, amikor a biztonsági jobb használatát ellenőrzik, máskor a túlzott sebességgel közlekedőket vagy az ittas vezetőket próbálják kiszűrni. Egy elemző és értékelő munka után választották ki azokat a forgalmasabb útszakaszokat, ahol ellenőrzik a vezetőket. Ez az évben már a második TISZPOL akció, tehát a TISZPOL műveleti csoportjának 2017 évi munkaterve alapján március 17-e és 19-e közötti időszakban kerül végrehajtásra egy közúti ellenőrzés, melynek célja passzív biztonsági eszközök használatának az ellenőrzése, a biztonsági jövő, a biztonsági gyerekülés és a bukósak használatát ellenőrzik kollégáim, illetve minden járművezetővel szemben alkoholtesztet alkalmaznak, ellenőrzik a járművek műszaki állapotát. A megye teljes területén egész hétvégén számíthatnak majd az ellenőrzésre a sofőrök. A leállított teherautók rakterét is ellenőrzik és átvizsgálják a rendőrök. A hatóság szakemberei hozzátették, az ehhez hasonló ellenőrzések során több esetben is előfordulnak kirívó szabálytalanságok, ilyen például az ittas vezetés vagy az autók nem megfelelő műszaki állapota.